A régió már több világbajnokot is adott az extrém sport világának. Itt Sárospatakon is több ígéretes tehetség van, akik ebben a műfajban sokat fejlődhetnek a jövőbeni eredmények elérése érdekében. A hétvégén ugyanis átadták a város első extrém pályáját, amely több sportág kiszolgálására is alkalmas. Azok a fiatalok, akik elsősorban ennek az eredményét élvezik, rögtön egy versenyt is szerveztek. Mi nagyon reménykedünk is, hogy egyre több fiatal elkezdi majd ezeket az extrém sportokat, ugyanúgy BMX, roller, görkorcsolya, triál, gördeszka, egyre többen elkezdik űzni, és hát ha megint összehozhatjuk azt a több fős csoportot, ami régen is volt, mert amikor kimentünk kerékpározni a parkba, vagy akár a városba is, nem volt olyan nap, hogy minimum 20-30 ember nem lett volna kint. Nagyon régóta szeretnék a sárospataki fiatalok, hogyha egy olyan extrém sportpályával rendelkezhetne Sárospatak, ahol az egyre népszerű sportágat tudják gyakorolni gyermekeink. Nos, az elképzeléseket hamarosan tettek, követték. Sárospatak város önkormányzata részben pályázatból, részben pedig saját erőből meg tudta valósítani ezt az extrém sportpályát, és örömmel adtuk át most a gyerekeknek, hiszen ez az első hivatalos rendezvény ezen a sportpályán, tulajdonképpen ez a megnyitója az extrém pályának is. Sárospatakon az elmúlt időszakban számos olyan lehetőség nyílt meg a helyiek és természetesen az érdeklődők előtt, amelyek lehetővé teszik az aktív sportéletbe való bekapcsolódást. Ezt a sort bővítette most az extrém pálya. 4 éve kezdtem a sportot, és azért, mert az interneten láttam videókat, és a testvérem is elkezdte űzni ezt a sportágat, és akkor én is. Minden nap sokan vannak kint itt a pályán, és mindenkivel jó viszonyban van. Én nagyon bízom benne, hogy a pataki fiatalok is, akikről láttuk itt a bemelegítés során, hogy nagyon ügyesek, hamarosan azoknak a környékből elszármazott fiataloknak, vagy környékről származó fiatal versenyzőnek a nyomdokaiba léphetnek, akikről tudjuk, hogy magyar bajnokok, országos bajnokok, Európa bajnokok, sőt világbajnokok is vannak közöttük. Tehát a tehetségek itt vannak, a lehetőségek adottak, a feltételeket biztosítjuk, úgyhogy nagy örömünkre használatba is vették a gyerekek ezt a pályát. Ahogy itt a megnyitón is látszik, korosztályokat fog át az extrém sport, így a közösségi élet még inkább színes lehet. Az önkormányzat azonban felhívja mindenki figyelmét arra, hogy az extrém pálya továbbra is csak saját felelősségre használható, és kötelező a védőfelszerelések használata.